A fülemet mindig megmosom, rendbe rakom a ruhám. Kedvenc versét adta elő az Egy nap, ami a miénk elnevezésű program Ki mit tudján, Zelenka Dániel. A fiú a Bács-Fekete-hegyi Izida csoporttal érkezett a tópartra. Ez a nap jó volt, bírtunk sokat facizni, bírtunk így játszani, szaladgálni, és itt nagyon szép, itt a Topolyajton. Nem csak szavalatokat, hanem zenei produkciókat is értékelniük kellett a zsűritagoknak, Beretka Katinkának, az MNT tanácsosának és Zvekán Péternek, a Panna Rádió műsorvezetőjének. Aztán összejött is, milyen szép lett a vége. A programot Kókai Mernyák Melinda községi elnök és Csikós László, a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Minisztérium államtitkára nyitotta meg. A sérült gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozó civil szervezetek és intézmények mellett a többségi társadalom képviselőit, iskolai csoportokat is meghívtak a rendezvényre. Ők azonban nem jelentek meg. Sajnos úgy néz ki, hogy érdektelenek vagyunk még mindig, de nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy azok a szervezetek, azok az iskolák, azok az egyesületek, akik ilyen emberekkel foglalkoznak, azok itt vannak. Az egésznapos rendezvényt az Ifjúsági és Sportminisztérium egyik pályázata tette lehetővé, a cél pedig a többi között a társadalmi beágyazódás elősegítése volt. Az ilyen szociális rendezvényeket, szociális intézményeket, azokat mindenképpen jobban igyekezzünk fölkarolni, és igyekezzünk jobban értékelni az ő munkájukat. Az is ez a munka, ez a szolgálat, ez akkor látszik meg igazán, amikor egy-egy ilyen rendezvényen együtt vagyunk. A szervező a nemrégiben alakult Pontis Egyesület volt. A szociális védelem fejlesztését szeretné megcélozni, mint a szociális védelemben dolgozóknak az érdekképviseletét és az ő ügyfeleiknek, klienseiknek is egyre hangsúlyt fektetni a szociális védelem, szerintem nagyon fontos nálunk itt, hogy minél hangsúlyosabb szerepet kapjon a szociális védelem. Aki mit tud mellett, kézműves foglalkozások, sportprogramok és zenei tartalmak is várták a közösségi nap résztvevőit.